Köszöntöm a nézőket! Újabb rendezvényre készül Zugló, méghozzá egy nagyszabású eseményre, az Apák napját fogja ünnepelni, és ebből az alkalomból hívtam meg a stúdióba Somogyi Tímeát, a Családcentrum Alapítványnak az egyik főszervezőjét, és Lengyel Zsófiát, aki az irodalmi és művészeti műhelynek az alapítója és megálmodója. Először Somogyi Tímeát kérdezném arról, hogy rendhagyó módon most március végén lesz ez a rendezvény, az Apák napi rendezvény Zuglóban, de hagyományosan, ha úgy tudom, országosan, meg úgy világszerte is az időpont nyár felé közelít, de nyilván van valami oka. Igen, köszöntöm én is a kedves nézőket. A nyári időpont az nem a legideálisabb, optimálisabb lett volna, ugye az intézmények egy része már zárva van, a családok is nyaralni mennek, sok gyerek a nagyszülőnél tölti a nyárnak ezt a részét, és ezért mi csatlakoztunk a Katolikus Egyház által tartott Apák napjához, ami ugye Szent József napja, március 19-e, és a Családcentrum Alapítvány most már ugye 5. éve mindig megnézi a március 19-éhez legközelebb eső szombatot, és akkor szervezzük meg. És amúgy is ebben a téli időszakban, legalábbis most olyan télies az idő, addig még lehet, hogy kijavul. Jó ez a kis közösségépítés, és egy kicsit vidámosítás ebben a szomorú időszakban. Milyen eseményekre készülhet a zuglói lelkes közönség? Igen, annak nagyon örülünk, hogy ugye ez már 5. éve kerül megrendezésre, és Zugló önkormányzata, illetve Tóth Csaba, Zugló országgyűlési képviselője felkarolta a kezdeményezésünket, és évről évre, ha teheti, el is látogat, ő nyitja meg a rendezvényünket. Minden évben igyekszünk egy kicsit hozzátenni. Úgyhogy most már így 5. alkalommal tényleg egy monumentális rendezvényé nőtte ki magát, lassan kezdjük kinőni a civil házat. Ami az időjárást illeti, ugye ilyenkor már Sándor József Benedek meg szokta hozni a meleget, úgyhogy a családok abszolút nyitottak és érdeklődőek. Egy ilyen tavasznyitó rendezvény is tulajdonképpen, amikor visszakerülnek a családok a vérkeringésbe, kimozdulnak, és abszolút egy egész napos tartalmas családi időtöltésen vehetnek részt. A színpadon egész nap műsorokat lehet látni, fél egy-egy óra magasságáig a zuglói óvodások, pontosan most már idén a legtöbben 8 óvoda képviselteti magát, ők adnak az édesapák, nagypapák számára műsort. Akkor azért ez itt a gyerekeknek is lesz egy fő műsorszám, vagy ők lesznek leginkább a főszereplőit, a zuglói lapokból nézem a hirdetésben, hogy milyen sűrű ez a program. Igen, amit szeretnék kiemelni, hogy az óvodások mellett ugye az iskolások pedig a különböző sport, illetve szabadidős tevékenységekről, illetve azokon keresztül mutatják meg a tudásukat, tehetségüket, úgyhogy tulajdonképpen egész 5 óráig ezeket a produkciókat láthatjuk, illetve ami még különleges, hogy tényleg ahogyan mulatni és vigadni szoktak a családok, egy családi táncházzal zárul a rendezvény a Napraforgó Együttes közreműködésével. Igen, mert nézem, hogy 9:30-kor már kaponyítás, szóval ez egy egész napos program lesz, és látom az alpolgármester, a Hajdú Flórián megjelenik, utána a sport és tánc együttes, Holdvilág Kamara Színház Koltai Judit vezetésével, Pogácsa az arénában színkör, és hát elérkezünk akkor a művészetekhez is, és erről pedig Lengyel Zsófiát kérdezném. Igen, mi a Zuglói Irodalmi és Művészeti Kör vagyunk. Ebben az évben, januárban alakultunk meg. Ez egy olyan álmom volt, hogy nem ismerjük egymást személyesen itt Zuglóban, ma mindenki az internet világában él, és nagyon szerettem volna, ha mindazok, akik fogékonyak az életre, az erkölcsökre, a nevelésre, az anyanyelvi nevelésre és a művészetekre, személyesen megismerjük egymást. Akkor a célközönség felnőttek zömében, ha jól értem? Úgy gyerekek, mint felnőttek, az egyik célunk az, hogy pontosan bevonjuk az iskolásokat, sőt, akár már az óvodásokat is, tehát minél több korosztályt szeretnénk elérni. És kik a tagok? Végül is kiket sikerült toborozni? Nagyon nagy szerencsénk volt, meg kell, hogy említsem Kanizsa Józsefet, aki régen a Krúdi kört vezette, illetve a titkára volt. A Krúdi körből többen jöttek át, van színháztörténészünk, képzőművészünk, írók, költők, rendkívül sok pedagógus kollégám bekapcsolódott szintén ebbe a munkába, és nyitott, tehát éppen azt szeretnénk, hogy minél többen legyünk, és együtt tudjunk
gondolkodni az életről. Hát csábító neveket hallottunk, és hát akkor a maga nemében, tehát műfajilag, mint irodalom és művészet, ez elég egyedülállónak tűnik, ugye, mint műhely Zuglóban. Így van, amit megálmodnánk, az nagyon széles, most már csak az hiányzik ehhez a széles körhöz, hogy legyenek jelentkezők, akik minél jobban kitágítják ezt a kategóriát. Milyen programokkal csábítják az apák napjára? Először is szeretném megköszönni, hogy ennek a programnak egy kis részesei vagyunk. Köszönjük szépen Somogyi Timiának ezt a meghívást. Az apák szerepéről nagyon keveset beszélünk, pedig azt gondolom, hogy ez egy égből kapott ajándék ez a szerep, és próbálunk úgy készülni, hogy az apáknak kiemelni minden árnyalatát, és felkészültünk arra, hogy a legkisebbektől a nagyobb korosztályig legyenek programok. Azt is megköszönjük, hogy azzal kezdődik a program, hogy a mi alkotókörünk bemutatkozik a színpadon. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy megismerjenek, és minél többen közénk tartozzanak. Utána Bubrik Zseraldina, meseíró, tart majd egy foglalkozást. Aztán egy kolléganőm, a Torba Zsuzsával, Élő irodalom címen bemutatjuk Lázár Ervin, a most meghalt Csukás István Janikovszkéva, a svéd gyerekversekből nem csak részleteket, hanem mindenkiről valami olyat, ami jellemző rá. Tehát akkor egy kis előadás lesz, amellett, hogy ugye a verseket is művészi szinten Így van. A képzőművészeink pedig bábkészítők és tartanak, ez a délelőtti program. A délutánban nagyon hálásak vagyunk a Pál Apostol Katolikus Iskolának, ami az én munkahelyem, mert a kamasz fiúk, a középiskolás fiúk bordalokat fognak énekelni, remélhetőleg. Az apáknak örömére. Még egy pohár bort is töltünk, úgyhogy feltétlenül kérjük, hogy jöjjenek az apák sokan, és minél többen. És utána a délutáni programban a korosztály emelkedik. Az iskoláknak küldtünk ki egy pályázati lehetőséget, hogy írjanak minél többen fogalmazást, akár az apával kapcsolatos témáról, de lehet szabadon választott téma is. Megjelöltük, hogy én is leszek apu, de lehet az apa lettem. A felnőttek is nevezhetnek, már feltettük zuglói oldalakra ezt a pályázati lehetőséget. Határidő? Most éppen március 15-ével meghosszabbítottuk, hogy minél többen jelentkezhessenek. Ezeket természetesen zsűrizni fogjuk Kirin Ildikó színművész segítségével, és természetesen az alkotókör valamennyi tagjai, ahol színház történésztől kezdve költők, írók, képzőművészek lesznek a zsűriben, majd egy kreatív játék lenne a gyerekeknek. Tehát ezt kiemelném, hogy erre jelentkezzenek minél többen, mert szeretnénk őket megismerni, és a későbbiekben akár az ifjúsági csoportoknak is szervezni, úgy anyanyelvi nevelés, mint egyéb művészeti programokat. Aztán van egy gyönyörű programunk, a Palánta Báb Együttes teljesen önként felvállalta, hogy tart a program vége felé, 16:30 pontosan, egy gyönyörű bábjátékot, egy előadást, majd utána meseillusztrációk és tematikus rajzok lesznek megint a képzőművészek segítségével. Ez lenne a programunk. És a bábkészítés is a palántákkal lesz? Nem, a bábkészítés a képzőművészeinkkel lesz, aha, így van, de ez nem zárja ki, hogy nem kapcsolódik majd a Palánta Együttesnek a szeretetről szóló kisüni műsorához, tehát mindennel egy kicsit kapcsolódik is. Ha szabad, akkor felmutatnám, hogy hol lehet a pályázatra jelentkezni, hát ha látják ezt a műsort, hogy felnőttek, mint gyerekek. Tehát itt piros keretben én is leszek apa, ezt gondoltuk a gyermekeknek, és apa lettem, valamennyi felnőtt pályázót nagyon-nagyon várunk, de természetesen anyukák, kislányok, bármilyen szabadon választott témával mindenki pályázhat, nagyon-nagyon fogunk örülni, ha minél többet kapunk. Zsófi Színház, kukac, gmail.com. Így van, még egyszer fel is mutatom, tehát Zsófi Színház, kukac, gmail.com, és nagyon várjuk, hogy minél több pályázat érkezzen.
Azért az apák napjáról még beszéljünk annyit, hogy miért fontos szerintetek az apákat ünnepelni? Hogy jön át ez, akár a te tapasztalatod szerint a gyerekektől, vagy az anyáktól? Tehát, hogy milyen rendkívüli nap ez a számunkra? Erről nagyon hosszan lehetne beszélni. A mai társadalmat, ha megnézzük, akkor én tanítok, épp egy katolikus iskolában, de minden iskolában azt látom, hogy akár a pedagógusok között is, milyen kevés a férfi, és a férfi szerep mennyire a munkára vagy a család fenntartásra korlátozódik, holott a férfi szerep az egy olyan áldás, ami végigkíséri az egész családot az életben. Igen, nélkül egy csonka család, ahogy szoktuk ezt mondani. Szóval arra számít, hogy a pályázatokban is körülbelül valami ilyen tematikával jelentkeznek majd? Nem, nincsenek erről elvárásaim, vagy, tehát arra vagyok éppen kíváncsi, hogy hányféle kép és milyen színekben lehet ezt a témát is, vagy más témát is körbejárni, és utána viszont nagyon nagy lehetőség, hogy ennek a programnak a kapcsán már is egy ilyen képzeletbeli, gondolatbeli apa végig kísérje a mi alkotó útunkat. Ez úgy érzem, hogy számunkra is egy mankó, legalább olyan mankó, mint Szent József ugye a családban, és nagyon-nagyon várom, hogy minél többen írjanak. Somogyi Tíme, a Pák napi, aki a szervezője, az egyik főszervezője ennek a rendezvénynek. Igen, azért álmodtuk meg 5 évvel ezelőtt ezt a rendezvényt, hogy mind az édesanyja, mind az édesapa szerves része a családnak, és ugye ahogy ez már szóba került, egyikük nélkül sem tud kialakulni, létrejönni az egyensúly, a harmónia, a gyerekeknek is mind a két szülőjükre szükség van. És ezért gondoltuk, hogy egy abszolút családi napot szervezünk, ahol az édesapák is ugyanúgy találnak maguknak elfoglaltságot. Ne csak az édesanyák, ne csak a gyermekek, illetve amit még én is szeretnék hangsúlyozni, hogy a gyerekek készíthetnek ugye apró kis meglepetést az édesapjuknak, nagypapájuknak, és aminek nagyon örülünk, hogy tényleg 3 generáció szokott el látogatni a rendezvényünkre. A nagypapák is szívesen jönnek megnézni a kis unokájuk műsorát, és hát mekkora nagy öröm az nekik, hogy ők is ugyanúgy kapnak ajándékot. Tehát egy kicsit ez a nap róluk szól. A családok mellett és a gyerekprogramokon kívül, de más szervezetek is képviselik magukat ezen a rendezvényen, amelyek szintén a családi témakörhöz kapcsolódnak. Kik ők? Van az egyik szervezet, a Studium Generale Zuglói Egyesület. Ők azok, akik segítenek a kézműves műhelyben, mert hogy közeledik húsvét, és ilyenkor mindig egy kicsit kitágítjuk a kört mi is, és nem csak az édesapáknak, nagypapáknak, hanem már húsvétra is lehet kis ajándékot készíteni, kis ráhangolódó apróságokat, a barkaágra, amit feltehetnek otthon. És akkor még, ha jól tudom, a Zuglói Rendőrkapitányság is ott lesz a helyszínen. Igen, igen. Ők a bűnmegelőzési alosztály, 2 kolléganője segíti bűnmegelőzési tanácsadással a családokat. Illetve ami nagy meglepetés lesz az édesapák számára, a Motorosok a Gyermekekért Zuglói Alapítvány, akik pedig motorral készülnek, valódi motorokkal az édesapák számára, meg lehet nézni, fel lehet rávülni. A kisebb gyermekek és kisfiúkat is biztos, hogy csábítani fogja ez a program. Hát a program lelkesítő után a nézőknek csak azt tudjuk mondani, hogy hajrá, látogassanak el 21-én a civil házban a programra, és Somogyi Tímeának és Lengyel Zsófiának pedig köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, még 2 könyvet felmutatnék, mesekönyvek, ezek éppen Kanizsa József meséi, és ajándékba nagyon sok könyvet viszünk ezen kívül is a gyerekeknek. Köszönjük.